Hello, hello, hello! Biztos van az életetekben olyan ember, akivel tudjátok, hogy nagyon jó haverok lennétek, csak valahogy nem úgy alakulnak a dolgok. Nem kavarodtok egymás mellé, nem tudtok dumálni, és nem derül ki, hogy mennyire jó fejek vagytok mind a ketten. Hát valahogy játékban ilyen számomra a Wipeout. Nem küldött egymás mellé minket az élet. Nem volt soha olyan konzolom, amin Wipeoutozni tudtam volna. De most, hogy kijött PS4-re a Wipeout Omega Collection, azt hiszem elmondhatom, hogy végre barátok vagyunk. Nagyon jó barátok! Bizony! Igazából itt az a kérdés, hogy hogyan hat az emberre a Wipeout, ha sosem játszott vele, de szeretett volna is, 2017-ben kapja kész ez először, ami azért valljuk be nagyon-nagyon későn van. Jó, oké, annyi könnyebbségem van, hogy nem az eredeti változattal kellett dolgoznom, hanem a felújítottal, ami a sorozat három darabját tartalmazza, a PS3-ra kijött Wipeout HD-t, vagy HD-t, a Wipeout Fury-t és a PS Vitás Wipeout 2048-at. Persze nem egy az egyben, hanem csilli-villi felújított változatban, amikről bátran kimerem jelenteni, hogy minden idők egyik, ha nem a legjobb remaster verzióról van szó. Méltó a jelen generációhoz, de annyira méltó, hogy Jézus Atya Úristen! Az embernek kb. Kifolyik a szeme a grafikától és a sebességtől is. Komolyan mondom, ezért mindenféle díjakat is adnék a felújítást végző csapatnak. De nagyon nagy díjakat, mondjuk ekkora díjakat. A Wipeout mindig is a sebességről volt híres, hát sebesség az van itt is. 60 FPS-sel fut a játék Full HD-ban, Prón simán elfut a verseny 4K-ban is, de már az 1080p is szemkápráztatóan gyönyörű. A játékok természetesen egész pici apróságokban eltérnek egymástól, a legnagyobb váltás talán a Fury-nál figyelhető meg, amiben főleg a harcon van a hangsúly, és bizony, aki a többi játékban is utált lövöldözni egymásra, annak nem ez lesz a kedvenc epizódja. Aki esetleg hozzám hasonlóan kihagyta a Wipeoutot és ezért ezt érdemli, annak csak mondom, hogy olyan versenyjáték ez, amiben mindenféle futurisztikus űrhajókkal versenyzünk, bele kell futnunk a pályákon mindenféle gyorsító blokkokba és felvehető fegyverekbe, hogyha nyerni akarunk, amihez nagyon kell majd az is, hogy kiismerjük a pályákat, mivel egy-egy pontos kanyarral elég komoly előnyre lehet szert tenni. A verseny közben pedig olyan zenék szólnak, hogy minden Club Rotation rajongó mentem magához nyúlna, vagy a másikhoz a kép mellette. És egyszerűen nem lehet nem rácsúszni, még akkor sem, ha Wipeout szűz vagy. Épp az Omega Collection előtt próbáltam ki a Formula Fusion, ami egy konkrét Wipeout nyúlás, de annyira pofátlan, hogy az valami egészen elképesztő, igazán gyönyörű a grafikája, de valahogy mégis inkább ezt kapott el. A három belecsomagolt játék miatt van benne tartalom bőven, sokáig kitart, főleg azért, mert az ember úgyis csak kis dózisokban fogyasztja. Főleg azért is, mert ezek a játékok egészen-egészen nehezek. Már az elején is meg kell szenvedni egy-egy győzelemért, de ha belejössz, akkor viszonylag verhetetlen leszel, de csak viszonylag. Az meg külön hab ezen az egyébként is nagyon habos tortán, hogy lehet osztott képernyőn játszani a haverokkal, ami a magamfajta old school gamernek a mennyország. Egyszerre nagyon régi módi és új a Wipeout Omega Collection. És már nem is bánom, hogy most szálltam be a szériába. Egyből három ilyen elképesztően felújított címmel egyszerűen hihetetlenek. Pont annyira rajongok értük, mint a PS1-en kezdtem volna 95-ben. Ha lenne PS Vitám, most csak azért beszerezném a 2048-at, hogy mindig magammal tudjam vinni. Lehet egyébként, hogy veszek egyet miatta. Már úgyis elég olcsón lehet venni, ennyit nekem megér ez az újdonsült barátság. Ez a csomag PS4-re pedig egy 10-esértről helyesen olcsó. Még több ilyet! Légy ci! Légy ci még több ilyet!